Leghamarabb novembertől kaphatnak friss tejet, kiflit és gyümölcsöt az óvodás és iskoláskorú gyerekek, ugyanis a kormány csak augusztusban fogadta el azt a rendeletet, miszerint 2029-ig meghosszabbítja az állam által támogatott étkezési programot. A kormányhatározat megjelenését követően 30 napra kellett megjelenjen a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium és az Országos Közbeszerzés Ügynökség közös rendelete, amely a tejkifli program közbeszerzésére vonatkozó tenderfüzetmodell tartalmazza, így a szeptemberi iskolakezdésig hátralévő idő alatt esély sem volt arra, hogy a megyei hatóságok lebonyolítsák a közbeszerzési eljárást. A tej- és kifli programban Maros megyében több mint 46 ezer gyerek fog részesülni. Ezen a héten jelenik meg a versenytárgyalás. Sajnos csak a végrehajtási szabályzatok múlt pénteken jelentek meg, úgyhogy hamarabb nem volt lehetséges elindítani ezt a licitet, ezt a versenytárgyalást, de ami nagyon fontos, hogy ha minden jól megy, akkor egy jó másfél hónapon belül meg lesz a versenytárgyalásnak a nyertese, vagy a nyertesei, és ez azt jelenti, hogy minden gyerek fog kapni egy héten három alkalommal édestejet, két alkalommal savanyított tejet, ugyanúgy pedig a pékáruból három alkalommal kiflit, és két alkalommal kekszet, és a gyümölcsöknél szintén almát fog kapni hetente két alkalommal, és bízom abban, hogy ezt nagyon hamar sikerül lebonyolítani, és hogyha nincsenek óvások, akkor nagyon rövid időn belül el tudjuk indítani ezt a tej- és kifli programot. Itt azért még megjegyezném, ami nagyon fontos, hogy itt a megyei önkormányzat csak lebonyolítója ennek. Itt a határkereteket, meg a típusokat a Mezőgazdasági Minisztérium és a Tanügyminisztérium szabja meg, tehát mi végrehajtjuk azokat a döntéseket, amelyeket minisztériumi szinten meghoznak. A tejkifli program már régóta működik. Célja, hogy kivétel nélkül minden gyereknek biztosítsa a 10 órait. Maros megyében a program becsült keretösszege 11,7 millió lej. Ebből 3,7 millió lej fordítható a pék, 6,4 millió lej a tejtermékek és 1,6 millió lej az alma megvásárlására.